Zsolt, 1956-ban születtél. Az a fajta szabadságvágy, ami ebben az évben elemi erővel felborította az országot, a te életedre is jellemző? Hát már megelőztem a korom, mert szeptemberben születtem, úgyhogy már akkor nagyon szabad akartam lenni. Igen, valahogy nagyon sokat gondolkodtam ezzel, meg mindenki mondja, hogy őrületes szabadságvágy van bennem, pedig otthon a családból azt hoztam, hogy szabadok voltunk. Ha nem is értettek velem, vagy velünk együtt a húgommal a szüleink, de hagytak minket. Tehát nem szóltak, hát akkor hosszú haj, farmer, összejártunk, elkezdtünk zenélni, színpadozni. Hagytak minket, és hát felső tagozatba átkerültem, kettes iskolába kezdtem, még a régi hármas ide, nem is tudom, Adi, még oda jártam. Felső tagozatba átkerültem az épülő négyes iskolába, és ott volt egy csodálatos tanárnő, Gyurcsák Héva néni, ezt gondolom mindenki elmondja, és ő hagyott engem élni. Mindig ezt szoktam mondani, hogy mindenkire figyelt, és azt erősítette, amit szeretett vagy látott benne. És hát már tőle vannak ilyen hatodikos, ő mindent eltesz. És hatodikos koromban született verset, szerelmes verset, mit írhat egy hatodikos gyerek? És utána a gimnáziumba elkerülve, hát az egy kicsit már neccesebb dolog volt, mert rajzolni szerettem volna, Pécsre szerettem volna menni, de akkor indult itt ez a fizika-matek tagozat, és jó tanuló, meg versenyek, akkor szüleimet rábeszélték, akkor gyerek mégsem megy el, és akkor ide kerültem a gimibe. Hát itt meg aztán pláne, mert hát ugye matek-fizika, hát ott nagy szabadság, valljuk be. És hát ott kezdődött az egyik iskolatársnőm, tudtamon kívül benevezett a diákírók, diákköltők találkozójára, Sárváron van, akkor nem is tudom, talán minden második évben volt. És az ország összes középiskolájából hívtak meg ott kategóriánként, azt hiszem, 5 embert. És hát amikor benevezett, akkor megmutattam a verseket ott az iskolában, és mondták, hogy hát azért nem kéne égetni az iskolát ilyen versekkel. De meghívtak, és akkor már én lettem a tanítvány. Meghívtak oda, tehát ott az ország, akkor mondjuk 5 legjobbjában voltam, és akkor ott közönségdíj volt, a diákok is szavaztak, és a diákok is olvastak föl. Ez nem egy ilyen kézzelfogható közönségdíj volt ott, hanem diákok a műsorba választhattak, és akkor ott elhangzott az egyik versem. Ami, mint később kiderült, nem fért össze teljesen az egészséges szocialista munkás öntudattal, tehát tartalmi problémákat adódtak. És utána kezdtek megjelenni a verseim, a Csányi Laci bácsi egy párat megjelentetett itt a Népújságban, aztán a nő is mondta, hogy hát szóltak neki. És akkor ennek egy jó ideig csend volt. Akkor még egész fiatal voltam. Igen, hát ez gimnázium, ez 74-ben volt, 75-ben érettségiztem, és 74-ben történt ez. Úgyhogy hát 17 éves voltam, akkor 18 évesztes vagyok, 18 körül. Úgyhogy hát akkor persze azt hittem, ennyi a világ, és akkor most én leszek a következő Kossuth-díjas költő. Ami azóta sem múlt el bennem, tehát előbb-utóbb nyilván. Bár valószínűleg, hogy előtte egy másik díj, a nyugdíj meg fogja ezt előzni, de nem tudom. És igen, mindig is ez volt bennem, hogy valamit a kötelezőn kívül, vagy más, mint a kötelező. Például a Kertes Lázár, aki a fizika matek tanárunk volt és osztályfőnökünk, ő is hagyott. Érdekes módon. Ugyan nem tetszett neki, hogy nem foglalkozom annyit a fizikával, matematikával, mint amennyit szerinte kéne, és az eszem, amire determinálna, de tudomásul vette, és például ő is hagyta. Na, ő például egy olyan tanár, aki az én nyomot hagyott az emberben. Tehát. Ez a fajta irodalmi, kultúra iránti vonzódás, ez a fajta attitűd, családi attitűd jelen volt a szüleid életében jelen, is? Jelen. Apukám nagyon sokat olvasott, és a Sárköz, egy pár számot megírt Sárköz folyóiratban jelent meg neki írása.
Hát én ezt elolvastam tiszta Petőfit, de tehát ez megvolt a sok olvasás, az érdeklődés, ez a része, ez megvolt. És unoka bátyám, mikor ott voltam Sárváron a diákíró, diákköltő találkozáson, amikor mondtam a nevem, és akkor kérdezték, hogy hogy van a bátyám. És mondtam, hogy köszönöm, jól van a húgom, mert nekem csak az van. És akkor kiderült, hogy unoka bátyám volt 2 évvel azelőtt. Ő is írt, ő is elsodorta az élet. Agakorára kezdett el írni, neki is jelent meg könyve. Tehát a családban ilyen szinten jelen van, vagy volt, de úgy Isten igazából azt hiszem én kezdtem ezzel komolyabban foglalkozni. Az igazi indítatás a Tarcsai lakótele játszótere volt, ahol olyan emberekkel játszhattam, mint a Jánosi Gyuri, Csengei járt oda, Pap Győző, idősebbek voltak, és ők már színházban gondolkodtak, filmekbe gondolkodtak, és hát rángattak minket, mint fiatalabbakat, és mikor kiderült, hogy verseket írok, akkor meg föl kellett menni, és ugyanúgy végig értem, mint a Csányi Laci bácsihoz föl kellett járni, és akkor forma dolgokat tanított, mondta, hogy a szakmának azért vannak olyan dolgai is, nagyon jó, amiket ész, de ez ösztönös, és akkor néz ki az ablakon, kinéztem, mit látsz, mondom, galamb, mondta, tercina, néz ki még egyszer, mit látsz, mondom, csókolót, mondta, hogy szonet, és akkor gyakoroltunk, már addig, amíg jártam föl hozzá, már a kapcsolat megmaradt élete végéig, és hát ugyanígy akkor meg a Gyuriék rángattak föl, hogy amit írsz, az tiszta Christian Morgenstern, Morgenstern, ki a francia Morgenstern, majd megtudod, és akkor följártam hozzájuk, könyveket adtak, bátorítottak, tehát ott meg már ez a közeg ragadott magával. Aztán a későbbi zenekarban 3 színpadosok lettek, irodalmi színpadosok. Én akkor nagyon sportoltam, meg mit tudom, hogy csajozni akartam, moziba járni, de hát értük be kellett menni a műfázba. És akkor magával ragadott a dolog, aztán egyszer csak zenekart csináltunk, és azt is ott a házban, akkor ott a házban nőttünk föl, Isten igazából volt olyan, hogy mi zártunk, mert ott bármikor bemehettél, ott nem tudom, behívhattál 5 embert, és előadhattad a kis dolgaidat, és hát nagy kapcsolatrendszer alakult ki, akkor erős, akkor kezdett felfutni az amatőr színjátszás. El is végeztünk valami színházrendezői tanfolyamot, 1-2 éveset, zenekart leültették, mert kevés jelentkező volt, és azt elvégeztük, és hát csodálatos Éles Béla, Montág Imre, tehát szóval olyan tanárok tanítottak minket, akik ma már klasszikusok, és akkor nekünk ez tényleg csodaszámba ment. És hát mondom, ez a műfáz, ez meghatározó volt, és akkor hát ott lett a zenekar, ami az életem egyik érdekes része. Dönci például azért tanul gitározni, mert apukám hivatásos zenész volt, de minket nem tanítatott zenélni. És bekerülvén egy zenekarba, én csak szöveget akartam írni, de mondták, hogy te leszel a dobos. És mondtam, de miért dobos leszek? Hát apukád dobos. És akkor mondtam a Tamásnak, hogy de anyukád főkönyvelő, mégse főkönyvelsz, de hát mondták, meg tudod tanulni. És akkor így kerültem, és magamtól kellett megtanulni, és ennek a hiányát mai napig érzem. Édesapád nem tudott ebben segíteni? De hát az ő dobkottáiból kezdtem el tanulni, sőt odáig fajult, hogy a Sió csárdában zenéltek akkor, hétvégeken, és mikor nagyon fáradt volt Lagzi után, akkor egyszer-kétszer én ültem be ott vasárnap dobolni, hát szörnyű volt. Ma a közönségnek, nekem is, tehát annyira én nem tudtam. És hát a zenekarunk akusztikus volt, és akkor a kongák jöttek be, és akkor én azon tanulgattam, Isten igazából, hát már amennyit kellett meg. Mi zenekarunk Isten igazából nem csak a zenéről szólt, hanem nekem nagyon hiányzott, mert hát színpadosok voltunk, hogy valami történjen velünk, és akkor mindig történt valami, nem tudom, én dovoltam fedőn, nem tudom, mindenféle ott be volt készítve, rohangáltunk, leugráltunk, fölöltöztünk, tehát Isten igazából egy performance volt, akkor még nem tudtuk, mondani, hogy ez az, de hát ennek volt Isten igazából nagy sikere. Az országos döntő az egy szörnyű élmény volt, mert kizárták a közönséget. És ez milyen verseny volt? Ez az Amatőr Pop Jazz Fesztivál döntője volt Győrbe 76-ban, és akkor ott lettünk másodikak, vagy harmadikak, nem is tudom,
harmadikat, mert második díjat nem adta ki, és akkor a Lár Andrisék nyertek, a Bogyó vagy Küllőr, vagy nem tudom mi volt még a nevük, és ott is az szörnyű volt, hogy nem volt visszajelzés. Ugye ott ült 76 zenész, mert mindenki bent volt, nem csak a mi kategóriánk, hanem a Kisrágfogó, a Panterei, a Color, ilyenek voltak akkor bent, tehát nagyon nagy nevek voltak abban az évben is. És hát ugye ők azt nézik, hogy mit szúrsz el, mert akkor nekik jó, vagy nem tudom, csak úgy nagyon érdekelte őket. Meg ott rohangáltunk, nem tudom, semmi visszajelzés, hogy elmondtuk, hogy akkor jó van. Úgyhogy mi el is jöttünk, mert akkor színház minősítő volt, és a Zsoldos Ákos barátunkat hagytuk ott, hogy majd telefonálj, hogyha valami lett. És akkor közben mi elmentünk színház színpadi minősítőre, akkor éppen a Jánosi Gyuri rendezett Morgenstern darabot. És akkor én játszottam Morgenstern. És hát ott is minősítést értünk el, közben telefonált az Ákos, hogy akkor nyertünk. És akkor utána föl kellett menni Pestre, akkor ott bombázták az agyunkat, hogy menjünk föl Pestre, mert a vidékről ez nem fog működni. És akkor mondtam azt, hogy a Szexárd jó, az mindenhol jó. De mondták, hogy hát nem lesz jó, és nem lett jó. Végül is. Ott is már voltak a szövegekkel, meg ezzel az egészen nem tudtak szerintem mit kezdeni. Ez akkor furcsa volt, hogy egy amatőr zenekar ilyeneket csinál, rohangászik, még nem tudom, a közönségbe beül. Tartottunk miközben divat bemutatót, meg nem tudom, mindenfélét csináltunk ott a koncertek alatt, és akkor 78-ban úgy hármunkat elvittek katonának ország három részére, és egy évre Ákos barátunkat, a negyedik tagunkat is elvitték. És hát egyedül ő lett profi zenész, de hát ő 7 év zongora előképzése, ő volt az egyetlen tanult zenész köztünk, úgyhogy őt pofozta ki úgy nagyjából időnként a Tamás és a Gazsó Pistinek a dolgait. Úgyhogy meg a szöveg részét csináltam. Úgyhogy nagyon gyönyörű időszaka volt az életünknek. De jönni-menni, a zenész szeretik a csajok, buli volt, ez vajon a fiatalságnak és az impulzivitásnak, tehát a fiatalságban rejlő energiáknak köszönhető, hogy ennyire gyönyörű időszak volt, vagy valóban egy nagyon lehetőségekkel teli és nagyon éppen bontakozó irodalmi, zenei, kulturális élet formálódott, amiben ti nagyon aktívan részt vettetek? Szexárdon is sok minden történt. Tehát ugye a maihoz képest nagyon sok minden van Szexárdon, előadások, koncertek, tehát ilyenek vannak. Csak akkor valahogy bementél a városba, akkor tele volt a város. A második helyen biztos le tudtál ülni egy asztalhoz, ahol barátaid voltak. És mindenkinek járt az agya, hogy valamit kéne csinálni. Nyilván következett ez az akkori állapotból, hogy hát nem szerettük azt a rendszert. Éreztük a korlátait, és hát gondoltuk, hogy ezzel lehet feszegetni a határait. De hát fiatalok voltunk, mindent akartunk csinálni, hát meg voltunk győződve, mondták, hogy miénk a jövő. Nem kaptuk meg, de akkor még ezt komolyan vettük, hogy akkor mi mindenre képesek vagyunk, és mindent megcsinálhatunk. Hát persze nem csinálhatunk, mert azért be kellett menni a pártbizottságra, néha bemutatni a dolgainkat, vagy szóval ilyenek voltak, de hát akkor fiatalok voltunk, nem nagyon érdekel, nem nagyon foglalkoztunk vele. És hát az irodalmi életen én később, vagy irodalmi életben később kapcsolódtam be, mert azért ennek híre megy az országban. És akkor én már nem nagyon jelenhettem meg, aztán utána már nem is próbálkoztam, mert minek. És akkor hát megtalálta az úgymond szamizdat irodalom, az akkori szamizdat irodalom, és hát sok mindenkivel megismerkedett, és láttam, hogy tényleg robbanott minden, ott a fű alatt, vagy amennyire lehet egy kicsit a fű fölött. És nagyon csodálatos emberekkel ismerkedett meg az ember, tehát például Őrsi Pistával, második író per másodrendű vádlott, vagy nem tudom, hanyadik rendű. És nagyon, nagyon sok mindent hallott tőle, vagy hallottam tőle, meg hát hallottunk. Aztán mikor színpadoztunk, akkor 70-es évek elején megismerkedtünk Cseh Tamással például. Vagy nem tudom, a Dinnyés Józsival aludtunk ott Pakson az épülő lakótelepen. Nagyon sok minden volt, sok minden műfázak voltak. Mindenhol, a legkisebb faluban.
De elmentünk, mert jó volt elmenni. És hát nekünk ez buli volt, tehát szóval nem akartuk megváltoztatni a rendszert, vagy megdönteni, megváltoztatni akartuk, megdönteni nem akartuk a rendszert, de azért fricskákat oda tenni, az jó. Jó volt a léleknek. És hát ha már műfáz, akkor még egy barátot említsünk, mert Csengei Dénest. Igen, igen. Dénes, ő a János Gyuri papgyőző Fekete Misi féle társaságba járt Isten igazából, meg hát 4 év, ő velük volt egy idős, 4 évvel fia, vagy idősebbek, mint én, és hát a gimiben én találkoztam, a Gyuriék gimibe jártak, a Dénes hajózási szakközépbe, de mikor itthon volt, akkor mindig ott váltották meg a világot, meg nem tudom én, mindenféle színdarabokat írtak. Dénessel is nagyon jó barátságban voltunk, bár Dénes mindig egy kicsit kívülálló volt, még a saját társaságában is egy kicsit olyan kívül, nagyon radikális volt. Nagyon, nagyon komolyan gondolta a dolgait. Csesztetett mindig, hogy te vagy a legtehetségesebb, föl kell menni Pestre, úgy kell csinálni, hogy ott ülni a szerkesztőségekbe, és ha megjelenik egy versed, akkor vinne a következőbe, hogy már megjelent, és akkor majd bekerülsz. És én megint mondtam, hogy ami szexáldó, és ez nem lesz jó, és akkor komoly vitáink voltak ezzel az érvényesülés útjával, vagy a jelenléttel. Amit a mai napig is mondanak az íróköltő barátaim, hogy miért nem veszel jobban részt ebben az egész. Mondtam, miért annyira részt veszek, amennyire nekem hiányzik. Ez a parádézás, vagy ez az állandóan ott lenni, állandóan nyomulni, ez belőlem ez a nyomulás abszolút hiányzik. Tehát ez a tudom, úgyis megtörténik, aminek meg kell történni. Nagyon divatos szó a lokálpatriotizmus. Akkor te igazi lokálpatrióta vagy. Én nagyon. Sokat gondolkodtunk ezen a Pesten is, miután ugye mondtam, hogy szexárdul jót. De én akkor mondtam a többieknek, hogy gondoljátok végig. Menjetek föl, zenéljetek. Én innen is tudok szöveget írni, dobos meg találtok nálam, biztos sokkal jobban. De aztán úgy döntöttünk, hogy nem, mi maradunk, mert a többiek is, a Tamás is, Gazsó Pista is, ő is olyan volt, hogy hát szexárd, szeretjük szexárdot, itt nőttük föl. Olyan jó, hogyha bemész valahova, köszönnek, megismernek, tudod, hogy melyik küszöbbe fogsz megbotlani. Tehát ezek csodás, és hát arról nem beszél, hogy egy csodás hely, nem? Ez egy gyönyörű város. Úgyhogy én soha nem kívánkoztam el. Amit kaptam, azt itt Szekszárdon kaptam, és amit adtam, annak a nagy részét Szekszárd kapta. És hát akkor beszéljünk a PAD irodalmi folyóiratról, mert ez is egy olyan életnő, amit a térség kaphatott tőled. Ez egy nagyon érdekes történet. Akkor még a teiparnál voltam gyors és gépkocsi kísérő, és éppen szoktam mondani finoman, hogy beiszom magam a magyar irodalomba, korszakomat értem, mert volt sok nagy elődöm. És egyszer beállított hozzám a Jankovics Zoli, akkor nem ismertem, hogy ő fölhozta a verseit, olvassam már el, meg mondjam el, hogy kell könyvet kiadatni, kötetet kiadatni. És akkor már nekem megjelent egy könyvem, majd ezt még elmondom, mert az mesébe élő történet, tehát velem csodák is történnek, nem csak jók. És mondtam, hogy persze, hagyd itt. Hát és nyilván elfelejtettem, visszajött egy hónap múlva, azt hiszem, nagyon elszégyeltem magam, elolvastam, nagyon jó, ki kell adni. És akkor elmondtam, hogy hát én hogy adtam ki, hogy sikerült ez. És akkor nekiállt, mondtam én is egy pár, mondtam, hogy össze kell szedni a pénzt, most már ki lehet adni. Mondtam egy pár lehetőséget, ő is a ismerősöket végigjárta, megjelent a Születés című kötete, és innentől elkezdtünk összejárni, és akkor ott háborogtam, hogy hát, hogy nincs Szekszárdon egy irodalmi folyóirat, mégiscsak egy megyeszékhely, meg az Új Dunatáj, az Eszély folyóirat, akkor még kimondottan csak Eszély folyóirat volt, a Dunatáj, és akkor beszélgettünk, és hát az ifjú így hevével mondta, hogy hát akkor miért nem adunk ki egy folyóiratot? És mondta, tényleg miért nem adunk ki egy folyóiratot? És akkor összeszedtük az anyagot, megbeszéltük, hogy körülbelül mit szeretnénk. Azt szerettük volna, hogy ne legyen olyan, mint a többi. Tehát Isten igazából egy minőségi korlátot tűztünk ki magunk elé, és hogy ne legyenek rovatok. Hogy akkor nem szerettük ezt, hogy ilyen rovat, olyan rovat, film, vers, próbét.
mindenfélét szerettünk volna. Az volt még az elhatás, hogy fordítás legyen benne, és az illusztrációk olyanok legyenek, hogy ne a műveket illusztrálják, hanem egy alkotó képei legyenek, mert akkor egy 10 képből azért egy átfogó képet kaphatsz az alkotóról. Ezek voltak összesen. És akkor összeszedtük, és akkor elkezdtem pályázni. És mindenhol azt mondták, hogy oké, ez nagyon jó, adnak pénzt, csak bemutató szám kéne. Hát mondom, jó ember az, ahhoz kéne a lóvé, hogy bemutató szám. És akkor, mikor nem tudom, a hanyadik helyről utasítottak minket így el, akkor érges lettem, fogtam a komját, itt elmentünk a városba, és összeszedtük a pénzt az első. Megkérdeztem a nyomdát, hogy körülbelül mennyi lenne. Kérdeztük a Jankóval, a Jankó komját mennyi. Megmondták, és az ismerősöktől összeszedtünk annyi pénzt, kinyomtunk egy számot, és akkor azzal már tudtunk pályázni. És akkor támogatásokkal, pályázatokkal kezdődött el a folyóirat, 22-23 éve. És még az volt egy fontos dolog, hogy ha már szekszárdi folyóirat, akkor szekszárdi megyei alkotóknak adjunk lehetőséget. És ezt mindenhol hirdettük, kiírtuk, de hát alig volt, és van jelentkező. Hát ma már ugye internet, mások a viszonyok, de akkor még keményen állt a folyóirat, a nyomtatott sajtó és irodalom, de akkor is kevés volt. De sok mindenkit összeszedtünk, és hát ugye ez a kicsit halála is a padnak, hogy mivel így működünk, nem tudunk honoráriumot fizetni. Tehát mindig annyi pénzünk van, hogy kiadjunk lapszámokat. Most egy jó pár éve már, hogy kiemelt egyesülete lettünk, vagy együttese lettünk a városnak, ez pályázat nélküli pénzzel jár, ez mindig pont annyi pénz körülbelül, hogy egy lapszámot ki tudunk adni. Mivel mind a ketten ugye sodródunk, nagyon sok mindent csinálunk a Jankóval is, sok időnk nem marad, de mindig egy évi egy lapszámot, azt minimum kiadunk. De honoráriumot nem tudsz fizetni, viszont valahogy olyan jót csináltunk az elején, hogy azóta is szívesen ad mindenki, és tényleg az irodalom, aki ma számít, mindenki megjelent nálunk a Mészőtől, ugye Bakát már utólag, de nekem nagy szívem csücske, én még ismerhettem, akkor kezdett tanítani a gimiben, mikor én oda jártam, és beszélgettünk, sokat mikor hallotta, beszélgettünk, hát én hallgattam őt, nála ez volt a beszélgetés, meg aztán utána többször jártam nála, amikor itthon volt, akkor egy kis demizson mentem, föltette a kis komoly zenét, pipa, és beszélgettünk, Baka versek, külön számok, és hát mindenki, már szó volt itt Podmanicki, Háj, Garaci, én nem is tudom, mindenki, Máriás, Őrsi, én nem tudom, hát 22 Závada, hát 22 év alatt szinte mindenki, Marnó, Kemény. És ők mind a Paldirodalmi folyóirattal kapcsolatban? Tudtad őket? Igen, hát igen. Csúnya szóval éve lehozni. Igen, kimondottan a pad. Padba kértünk írásokat, és utána, amikor lehetőségünk volt, akkor mindig tartottunk valamit, akkor kitaláltuk, azt hiszem az a Jankó ötlete volt az Arte a szekszárdi vörösbor, az Art-e, ugye, hogy művészete át, és akkor csináltunk ilyen esteket. De arra nagyon büszkék vagyunk, hogy volt olyan est, hogy a művészetek háza dugig volt. Igazából Zsolt, most itt a beszélgetésünk végén egy dolgot nagyon sajnálok, azokat a történeteket, amiket most nem volt lehetőségem előcsalogatni belőled, de hát azért egy dolog vigasztal, hogyha olvasom, előveszek egy-egy Dicső Zsolt verset, egy-egy Dicső Zsolt írást, kötetet, akkor ott ezek a történetek, amiket most nem sikerült előcsalni, azok, akkor azok ott lesznek. De hát azért mégiscsak valahogy leszeretném zárni ezt a nagyon szép beszélgetést, azt pedig egy kérdéssel. Mit kívánhatok neked? Annyi mindent adtál ebben a bő fél órában nekünk, hogy most én szeretnék úgy gondolatban adni valamit. Mit kívánhatok neked? Drágám, a szerelmünk hajnalán megkérdezte, hogy mi hiányzik még az életemből, és mondtam, hogy hát egy kertesház és egy kantáros Lee Farmer. Kertesházat kinézte, megoldottuk, de kiderült, hogy kantáros Lee Farmert nem gyártanak, tehát a Lee nem gyárt kantáros Farmert. A viccet félretéve, nem tudom, boldog vagyok, a helyemen vagyok,
A könyvtárban megtaláltam a legjobb munkahelyet, a világ legszebb, legokosabb hölgyével, csajával, nőjével élhetek együtt. Van egy csodálatos 12 éves fiam, egy 38 éves lányom, unokám, Szekszárdon élek, Szekszárd is elismer, szeretnek. Azt kívánt, hogy beszélgessenek velem. Beszélgessünk. Bárki nyugodtan állítsa meg és beszélgessen. És meghallhatja a nem hallott történeteket, amik kimaradtak a beszélgetés. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a formában ez a kívánságod velem most teljesült, és én boldog is vagyok. Nagyon büszke vagyok, hogy befogadtál bennünket az otthonodba. Köszönöm neked ezt a tartalmas fél órát. Én köszönöm. Köszönöm szépen.